Jó napot kívánok! Hát, rengeteg viszontagság van itt a technika körül. Végre valahára el szeretném mondani, hogy mi a helyzet ezekkel az anyai ági női ősöktől öröklött karma programokkal, de azelőtt egy ilyen kis szégyenteljes magyarázkodással kell kezdem. Hát nem rám nézve szégyenteljes a dolog, de kicsit kényelmetlenül érzi magát az ember. Ugyanis az történt, hogy majdnem azonos, de nagyon-nagyon hasonló spirituális jelenséget fedeztem fel egyszerre, illetve 10 év eltéréssel. Az orvos Tóth Noémi nevű klinikai pszichológussal, aki egy nagyszerű ember, semmi gondom nincs vele, és csak azért mondom el ezt a dolgot, hogy én ezt a jelenséget nála 10 évvel, vagy 11-12 évvel korábban fedeztem fel, nem minthogyha Isten őriz, ilyesmivel gyanúsítgatnék bárkit, de engem se gyanúsítson senki azzal, nem szeretném, hogy tőle átvettem. Most már nem azért mondom, de még egyszerűen nem volt időm, alkalmam, lehetőségem elolvasni a könyvét, de őt láttam, hallottam előadni a témában. Itt volt Gyoma Endrődön ezelőtt 2 évvel, de hát úgy nagyjából nem, hogy sejtem, hanem még azt is merem mondani, tudom, hogy mi van abban a könyvben. Ugyanis én viszont élesebb határok között találkoztam ezzel a jelenséggel, és pedig úgy, hogy 2013-ban, tehát 5 évvel, mielőtt Orvos Tóth Noéminek és nekem is a hasonló témájú könyveim kezdtek volna megjelenni, mert 18-ban, amikor neki megjelent ez az öröklött sors, akkor jelent meg nekem is az a című, az a könyvem, ugyanennél a kiadónál, és majdnem ugyanúgy néz ki a borítója, mint ez, tehát, hogy a karmát az anyáktól örököljük, és nem a reinkarnációból hozzuk. Tehát a dolog viszont korábbról indult, ugye, hogy Orvos Tóth Noém is egy átéléssel, hogy mondjam, villant meg neki ez a lehetőség, és akkor kezdett utána kutatni a szakmája keretein belül, és azáltal biztosított módszerekkel a jelenségnek. Én viszont nekem az történt, vagyis nálam velem az történt, hogy megszületett az elsőszülött kislányom, tehát 1918-ban, és a táborba, ahol megszületett, egy ilyen metafizikai, asztrológiai, spirituális életmód táborban, jelen volt több volt hallgatóm is, akkoriban még hallgatóim, és már mind tudtak kézzel horoszkópot számolni, tudtunk az egészen, és nem is én számoltam ki, hanem ők számolták ki, és rajzolták meg, addig, amíg én elmentem Csíkszeredába hozni egy ilyen füröztő, babafüröztő nájlonkádat, mert a kisbabát aztán születése után abba altattuk, abba az volt az ő bölcsője az első napokban, az életének az első napjaiban kint egy sátorban. Na most persze ezért rengetegen szidnak, vitatnak, elítélnek, stb., hogy lettem képes ilyesmire. Én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jól tettem, illetve nem én tettem, hanem a feleségem, az akkori feleségem kért meg erre a lehetőségre, hogy ne kelljen kórházba szülnie. Most ebben nem akarok belemenni, ez más kérdés, az otthon szülés meg a kórházban szülés kérdése, és Magyarországon talán tiltott is, vagy mit tudom én, valami nagyon-nagyon nehéz körülmények között van lehetőség arra, és akkor is felügyelettes, bábával is, szakképesítettes, papírokkal, lepapírozás, minden. Mi ezt teljesen spontánul, úgymond az ártatlanság tudatlanságával, és Romániában meg ezek nincsenek szabályozva egyáltalán, kimentünk a hegyre, és ott a feleségem tök egészségesen, makkegészségesen megszülte Medárda kislányunkat, sőt, amikor bementünk aztán a városba, 9 napra a születés után, ott vizsgálgatták szülésznő, gyógyász, orvosok, többen is, mint valami problémát, hibát akartak találni, és megmondta, valamilyen nemes neve van, erdélyi
nagyúri származású név, teleki orvos úr, hogy semmi, egy repedést, egy hajszárepedést még a feleségem hüvelyén sem érzékelt, nem talált, minden rendben van a babával is, az anyával is. Na, de most ez nem erről szól, hanem arról, hogy megnézte, tehát ők addig, amíg én elmentem a babafürdőkádé, addig kiszámolták, lerajzolták a gyermek asztrogramját, sorsképletét, és én nézegettem, és sehol nem találtam az én sorsmotívum rendszeremet benne. Tehát úgy gondoltam, hogy asztrológiailag ez kell, hogy látszódjon az öröklődés, ugye? És itt, mint minden, gondolom én, most ez ne hallgozódjon nagyképpen, de ezt kell mondjam, nagy felfedezés, tévedéssel indul. Tehát akkor még a Lilith nevű karmapontot nem értelmeztük, nem vizsgáltuk, nem találtuk meg neki, még nem találtuk fel, nem találkoztunk a fontos jelentőség teljességével. Ezután jött ez be a képbe, addig csak a sárkányfarokkal dolgoztunk, mint karmaponttal. Tehát úgy tanultuk mi is, az eltában a Lilithet azért bejelölték, de úgy volt behúzva, hogy kászan kisza, tehát hogy még megvan az első asztrogramom, be van így satírozva, hogy az ott lehetetlen, ők úgy értelmezték, hogy nem lehet oda bejutni, nem lehet ott semmit csinálni, tehát az egy olyan sós helyzet, amire nincs értelmezés, asztrológiailag magyarázat. Na aztán én erre mentem rá később, de várjunk egy picit, tehát akkor kezdtem kutatni, hogy hát hol vagyok én a leányomban, illetve a leányomnak az aurája vagy spirituális programja hol tükröződik az enyémbe, és akkor egy évig azt hittük, hogy nincs sehol. Tehát keresgéltük, kutattuk, nem nagyon volt benne, azon kívül, hogy Skorpió az aszcendensei, meg Skorpió nappal rendelkezem, de hát az édesanyjának is valami erős skorpiói motívum rendszere van a horoszkópjában. Igen, de azt is később lett a Lilithettel együtt felfedezve, de a Skorpióban volt, van egy uránusza, teljesen negatív, a 12-ös házban, mindegy. Tehát ez nem volt elég a magyarázathoz. És egy éven át keresztül kutattuk, mondom, a volt tanítványokkal, vagy nem nevezzem, ne legyek ilyen nagyképű volt hallgatóimmal, bár később lettek tanítványaim, csak nem ők, tehát nem ez az első generáció, úgymond, mert később aztán külön, úgymond, órákat adtam pénzért, tehát vannak tanítványaim is, de nem ők azok, úgyhogy akik ma asztrológiával, metafizikával, spiritualitással foglalkoznak, és kauzális asztrológiával. Tehát lényeg az, hogy na most akkor arra lettünk figyelmesek, hogy hát én nem, de Emőke nagyon benne van a kislánynak a horoszkópjában, sőt, még Emőkének az édesanyja is, sőt, aztán még megtaláltuk a nagymamát is, és így tovább. Rákmotívum rendszer szerint, most már nem akarom sorolni az egészet, és akkor kezdett nekem úgy körvonalazódni az, hogy mégiscsak valahol több jelentőség teljesebb, és aztán szép lassan logikus is lett, hogy az anyágnak az impregnációja, a lenyomata a gyermekekre sokkal nagyobb, mint az apáé. Hát fordítva van, mint a lovaknál állítólag. Mindegy, az, most ebben nem menjünk bele, hogy van a lovaknál, és miért van az úgy. A nő viszont a matrica, ő az alap, szubstancia, valahol nekem aztán szép lassan logikusnak is tűnt, ugye, saját belső átéléseimet figyelve és gondolván arra, hogy én közvetlen kommunikációba kapcsolatban lennék a gyermekkel, még akkoriban még nagyon erős, indulatos és szenvedélyes skorpió típusú személyiség voltam, meg mérlegben van ugyanis a Lilithem, de akkor még nem tudtam. Tehát ezzel maradtam, hogy és a többiek is, tehát akkor a következő évben már, amikor Medár egy éves lett, ezt már hosszú szóba tartottuk ezt a tábort, ott már kevesebben voltunk, de úgymond úgy tartottunk előadásokat, hogy mindenki megfigyelte a saját horoszkópját, és megfigyelte a
az édesanyjáit és az édesanyjának az anyjáit, tehát az anyai nagymamáit, és az, mindazt találtuk, hogy a karma motivumok ismétlődnek, lejönnek egészen a, addig, akik ki vagyunk, tehát mik vagyunk, magunkig. Na most én ezt elneveztem anyai ági női örökletes programoknak. Na most később rájöttem, hogy igenis, mivel mikor a Lilittel kezdtünk foglalkozni, a kislányomnak a Lilitje is a mérlegben van, akárcsak a nekem, tehát ennek a lányomnak, a másikoknak nem, akik később születtek. Tehát úgymond megnyugodhattam volna és maradhattam volna azzal, amivel Orvos Noémi hirdeti ezt az öröklődést, de nem vagyok hajlandó átvenni tőle ezt a képzett rendszert, pontosan, mert rengeteg horoszkópot készítettem azután, hát gondoljuk el, ez ezelőtt 23 éve volt, 22, bocsánat, mennyi félrebeszélek, tehát 18-tól 24 év, majdnem, ugye? 22-23, amikor teljesen tudatosodott és kiforrott az egész, és mondom, megírtam ezt már a szülők, utódok szülők és szeretők című könyvembe, ami a Neptun könyv kiadónál jelent meg Csíkszeredában, amiből most nem tudtam ide mutatóba hozni egyet sem, de utána néztem az interneten, ott jegyzik, ott van, és valamikor antikváriumban is lehetett kapni, mindesetre egy nagyon jó, hogy mondjam, tehát kimondottan asztrológiai, de asztrológiai, metafizikai asztrológiai könyv, és mindenki nagyjából dicséri. Tehát figyeljük meg, tehát ez megjelent 2013-ban, és Orvos Noéminek a könyve 18-ban, és nem hiszem, hogy olyan sok idő telt volna el, mert hát azért eltelik 2-3 év, amíg az ember megírja, és könyvé fejleszti egy felfedezését, akár csak nálam, de úgysem lehetséges, hogy ő, mivel hogy sokkal fiatalabb is, mint én, ugye, tehát számoljuk csak utána, én 53-ban születtem, ő 71-ben, tehát 28 év a korkülönbség, nem? Nem, bocsánat, valami ilyesmi. Tehát 73-ban lett volna 20, nem, kisebb. Tehát ő lett volna 73-ban, ugye, én voltam 73-ban 20 éves, tehát 18 év a korkülönbség. Egyrészt, másrészt ő is későn, tehát egyszer pénzügyi szakmában jeleskedett és tanult, és utána ment még egyetemre, stb. Tehát nem 30 éves kora előtt semmiképpen nem írta meg ezt a könyvet, ezzel most már nem is akarok többet foglalkozni, csak az, hogy miután észrevettem, hogy hiába, hogy én azért én is benne vagyok a lányomnak a horoszkópjába, a többibe már viszont más szinten igen, de így nem, mérleg karmával, ki tudja, hogy ő is, tehát az édesanyja úgy érkezett, úgymond a házasságunkban, vagy úgy találkoztunk, hogy ő abszolút párkapcsolati válságban élt az édesanyja, elvált az édesapjától, most már nem is megyek bele, hogy milyen körülmények között, hogy ott megint fogantatás körül milyen problémák vannak. Akkor a későbbi férjével akkor még csak élettársi viszonyban élt, és ott a habozott, és évekig kínozták egymást, még a férfi még egyébként velem egyidős börtönben is volt, stb. Tehát ott nem volt valami világos. Tehát ez egy örökletes program, ami nem látszik az illető személy horoszkópjában általában, tehát a feleségem horoszkópjában, nincs is semmi sem a hetes házában, sem a mérlegben, de így nevezetjük mi, tehát hiába, hogy nem örökletes, hanem szerzett karma. Hiába, hogy nem én szereztem tudatosan, hanem az anyámtól kaptam, ugye, de az a karma, ez viszont ezek nem jelennek meg a horoszkópba. Ide kell megint az asztrológusnak a szimata és a tapasztalata és minden, aki tudja mutatni az örökletes, vagyis a szerzett programokat is. Na most, még két dolog, három dolog
jött hozzá ahhoz, hogy tehát pontosan a materiálist, az anyagi alapok, hogy biztos legyek egészen abban, hogy igenis az anyáktól, tehát a mély, a karmikus, és mindjárt elmondom, hogy nincs alakulnak ezek ki, programok, ezek az anyákon, az anyai, ági, ősi, női felmenőkön keresztül jönnek létre és öröklődnek generációról generációra. A feleségem annak idején, tehát az első feleségem, kivett a könyvtárból egy könyvet, egy feminista biológus könyvét, aki pontosan ezáltal akarta a női felsőbbrendűséget bizonyítani, hogy nézzük meg, hogy tehát a biológiai tényekkel, hogy tehát a petesejt, a női petesejt százszor akkora, nem viccelek, száz, azért nem mindegy, egy ember vagy száz ember, nem? Százszor akkora a női petesejt, mint az ivarsejtek, egyrészt, másrészt nem a férfiak hordozzák a herezacskójukba a magzatot és növelik ott, hanem a nők a méhükben, a szívük alatt, hogy mondják, a hasukban és az aurájukban. Ugye, és ráadásul egy petesejt, hogy mondjam, a kislányok úgy születnek a világra, hogy már kész petesejt készlettel. Tehát több petesejt darabszámra nem képződik a születésük után, hanem ezek átalakulnak. Vagyis az a petesejt, amiből én lettem, és amiből te vagy bárki lett, az ott volt már az anyukánk méhében, még pici baba magzat korában, figyelem, magzat korában, és ezzel volt végig az anyuka, addig, amíg, tehát az ő aurájában, az ő ódjában volt benne, addig, amíg meg nem ért, és az apáknak az ivarsejtje oda nem jutott, hogy azt megtermékenyíteni próbálja, mert nem tudja megtermékenyíteni egyből, most már azt is tudjuk, hogy ez zigótának nevezik, még nem magzatnak, és a zigóta akkor válik magzattá, amikor egy aura, egy spirituális, az Istentől jött, emberi spirituális struktúra azt bekeblezi, átveszi, keresztül kasul áthatja, és energetikailag belövi, és elindítja. Akkor indul el a sejtosztódás és a sejtszaporodás, tehát csak attól kezdve beszélhetünk magzatról. Tehát még egyszer, egy, százszor akkora a női petesejt, mint az ivarsejt. Százszor, figyelem. Nem mi hordjuk ki a herezacskónkba, nem a mi auránkban van az a 9 hónapig sem az a magzat, hanem az édesanyjának az aurájában. És amit mondtam, a női petesejt végig ott van a kisgyermek, a kislányban, a kamaszlányban, a fiatal nőben, az én esetemben, az érett nőben, mert 30 éves volt az anyám, amikor én megszülettem, stb. Tehát kinek hogy, de ott van végig. Tehát nem az anyának, nem az apának a gondolatai, az apának a érzésvilága, félelmei, ambíciói, stb. Ezeknek a spirituális energetikája, hogy úgy mondjam, információs rendszere hatja át, hanem az édesanyái. Tehát ezek a öröklődnek igenis az anyai ágról, tehát nem azt mondom, hogy nem találunk motivumot az apák életéből a gyermekek életében, tehát amennyiben pszichológizálunk, igen, az van, hogy hát együtt nőnek fel, és a rezonancia törvény alapján, tehát a zsák megtalálja foltját törvény alapján, nem véletlenül találkozik az anya az apával, még akkor sem, hogyha azt a nőt megerőszakolják, mint ahogy volt Szerbiában annak idején, hogy a szerb katonák direkt az albán nőket és a bosnyák nőket megerőszakolták, mert állítólag ez a legnagyobb megalázás, és akkor, hogy kitagadják a családból, stb. Akkor sem véletlenül volt, ugye, hogy kivel, kitől származott, nem tagadjuk ezt a dolgot, ugye, hogy van apai ágról is öröklődés, de az minimális. Tehát ahhoz képest, hogy az apát, az anyától mekkora, milyen nagy mértékben és milyen intenzitással öröklődik a karma, ahhoz képest az, hogy az apától mennyit öröklődik, az minimális. Az én saját édesapám horoszkópját nézve, akivel 3 évig értem együtt, utána elváltak, nem nagyon sokat látok az én horoszkópomból. Tehát
nem nagyon tükröződik sem ő benne, sem én ő benne. Ugye, bár én nem tagadom meg, tehát ez egy szimpatikus férfi volt számomra, még akkor is, hogyha léha is megbízhatatlan, stb. Így édesapai szemszögből, de ő a maga útját járta, egy bohém ember volt, és készen van. Tehát nem azért tagadom meg, mint hogyha valami bajom lenne, hanem tényleg nincsen különösebb motívumrendszer. Még annyi sincs, mint közöttem és Medálnak között, aki aztán később nagyon furcsa dolgokat csinált, amit viszont már nem az én sajátom olyan felelőtlenségeket elkövetni, mint amiket ő követett el. Mindegy, ebben most már nem menjünk bele. Tehát, és jó, most ezt hagyjuk. Nem ez a téma. A lényeg itt tehát az, hogy most miről van szó. Tehát horoszkopokban nagyon fontos ezt tudni. Mert egy dolog, hogy reinkarnációs hipnózissal mit vettél észre, és mit nem, és mi voltál a múlt életedben, nem sokat tudsz vele csinálni. De az, hogy látod, hogy édesanyád hol ment tönkre, vagy nagymama hol ment tönkre, és hogy milyen ambíciók és milyen karmát kell te feloldjál, és a megfelelő pozitív, nem hogy te ne azt csináld, amit ő csinált, mert nagyon sokan ebbe a hibába esnek bele, és átmennek a másik végletbe. És ott megint olyan rosszat csinálnak, és pont olyan rosszul is tönkre mennek, és tönkre teszik a gyermekeiket. Hanem az illető negatív magatartásoknak a lehető legpozitívebb, vagy legalábbis legtörvényesebb, az egyetemes törvényeket ismerve, változatát tanuld meg a saját tudattalan képzeletvilágodba, úgymond bevésni, benyomni, betanítani saját magadnak, hogy legyél annak megfelelően pozitív, magatartású személyiség. És most én egy nagyon egyszerű példával hozzakodok elő. Egészen véletlenül az asztrogramom is itt van, itt maradt a múltkorról, tessék megnézni. A rákban van a sárkányfarkam, ugye rákban van a sárkányfarkam. A ráknak megfelelő négyes házban van a Szaturnusz, a Vénusz, a Merkur és a Napom, ugye? Tetszik látni? Tehát rák programmal meg vagyok pakulva keményen, tehát ez mindenképpen negatív családi program, ott jelent. Nagymamám nem akart csak egy gyermeket, aztán valahogy nagytatám kikönyörögte, a Laci nagybátyámat is tőle, de utána ötször volt állítólag művi abortusza. Édesanyámnál én egyke vagyok, és a nagymamám is egyke, mivel azelőtt a dédnagymamám viszont nem művi, hanem spontán abortusza, mit tudom én, hány gyermek halt meg, hány magzat halt el a méhében. Tehát valahol már ők nagyanyától mi történt ottan családi vonalon, valaki elátkozta az anyját, az anyja a gyermekét, nem lehet tudni kicsoda, de az utód leány komolyan vette ezt a dolgot, és ezt nagyon átélte, és így adódott tovább már a dédnagymamámhoz. Nem tudom, az is lehetséges, hogy mond, vak lévén, tehát annak született talán a szép nagyanyám, ugye, és esetleg ugye erőszakot követtek el rajta, vagy. Tehát valahogy neki nem tetszett, az körülbelül így érkezhetett a dolog dédnagyanyámhoz, aki már műabortált és nagyon haragudott a férfiakra, mert hiába, hogy egy jóságos állítólag, ezt mondta édesanyám, legalábbis ember volt a dédnagyapám, egy bűbútorasztalos, aki a csíkszeredai nagygimnáziumnak az összes, tehát a díszkapujától beszoktak menni, olyan rengetegen ismerik azt a nagy díszajtót, ezt mind dédnagyapám még faragták és készítették az inasaikkal, meg a díszteremnek ott az ablakzatát és az összes ablaktokozatot és mindent, ami famunka volt abban a nagy gimnáziumban. És egy jóságos, állítólag egy nagy lelkű ember volt, na most ennek az ellentéte volt a nagymamám, a dédnagymamám. A nagymamám viszont ő nem volt ilyen rátarti, mint a dédnagymama,
viszont valamiért nem akar gyermeket, és ugyanakkor ő is szeretett volna uralkodni a férfi fölött, a férje fölött, mint a dédnagyanyám, viszont a nagyapám az túl rögeszmés volt, meg mit tudom én, mit túl tudtam a magáét, bálogos mesterként, őt nem lehetett papucsba szorítani, és inkább szegény nagymamám halt bele ebbe az igyekezetébe, idekorán rákos lett át. Na most ez így öröklődött, és így jött át hozzám, és tetszik látni, ez így van, ez az öröklődés, tehát hogy a női ág felül, tehát a nagyon veszélyes programok, úgyhogy ez az orvos Noém is, akinek nem, tehát csak az, hogy 1971-ben született, más adat nem jelenik meg, tehát nem nézhettem bele az asztrogramjába. Lehet, hogy ő már fél ettől, hogy az asztrológusok belemagyaráznak valamit, vagy nem tudom, miért nem adja meg a teljes adatait, de biztos, hogy rák motivumrendszert találnánk a horoszkópjába, és skorpió motivumrendszert, hogyha azok a dolgok, amiket ő képzeletben átért, és amikor a gyermekét hazavitte, úgymond a szülészetről, és ráadásul azt mondja, hogy nagyon nehéz szülése volt, tehát az már abszolút nekem azt mondja az kauzális asztrológusnak, hogy rák karmával is rendelkezik, vagyis családi karmával, család és utódokkal szembeni negatív programok vannak úgymond az aurájában, de hát hogy ezek így öröklődnek, és így öröklődik a párkapcsolati karma, és így öröklődik a... Tehát párkapcsolati karma úgy öröklődik, hogy valahol, valamikor valamelyik ősanyánk úgy ment férhez, hogy nem szerelemből. Nálam ez biztos, hogy hát mondjuk a dédnagymamám, aki egy ilyen férfi domár volt, lehet, hogy már ő sem, de hogy nagymamám biztos, hogy nem, mert ő már Pesten járt úri leányként iskolában, és már ott 23 éves volt, és idősebb is volt nagyapámnál, nem tudom, valami leányszöktetés is volt, tehát neki ő biztos, hogy menekült otthonról, és ez a motivum megesmétlődik az én sorsomba is, ugye? Tehát menekült otthonról, és az már nem szerelmi, biztos, hogy nem szerelmi kapcsolat volt az övéké. És így tovább. Tehát valaki valahol, valamelyik leány ági, vagyis női ági ősünk nője, úgymond, szép nagymama vagy kicsoda, úgy ment férhez, mert vagy rákényszerítették a szülei, vagy mert ő rá volt kényszerülve, vagy mert bosszúból még ilyen, találkoztam ilyennel is. Nem mehetek hozzád, más vettél el feleségül, na nézd meg, megmutatom, hogy azért is, mit tudom én, egy nálad sokkal szebb és sokkal gazdagabb, sokkal, mit tudom én, sportosabb, olimpikonhoz meg férhez, és annélkül, hogy szeretné az illetőt, férhez ment. És így tovább. Vagy mert, ahogy szokták mondani, régebb úgy maradt, tehát felcsinálták, vagy ma már ilyesmi nincsen. Ugye? Vagy pénzből, de nem szerelemből. Na így jön a létre a mérlekkarma, és hogyha az ember nem tud róla, és nem néz ezzel szembe, jön, hogy megbolonduljon, jön, hogy megőrüljön attól, hogy én mindent igyekszem, törekszem jól csinálni, és nem jól sülnek ki a dolgok. Tetszik érteni? Erre jó az örökletes programoknak az ismerete, az anyai ág örökletes programoknak, illetve, hogy megtudni, hogy milyen problémái voltak az anyáknak, dédnagyanyáknak, ők nagyanyáknak. Van, amikor a közelibb, van, amikor már nagymamánál, vagy éppenséggel anyukánál kezdődik a karma, amit örököl valaki, amivel jön a világra. De van, amikor visszanyúlik szép nagymamáig. És akkor magyarázatot találtam ebbe arra is, hogy valahol írja az evangéliumban, hogy a pokolban, nem tudom melyik leírásnál, szenvednek a lelkek, és könyörögnek, azt mondják, kiáltoznak, hogy hol van az az utód, aki meg tud innen engem szabadítani. Most hogy tudjuk mi utódok megszabadítani az őseinket? Úgyhogy mi megszabadulunk. Tetszik érteni? Hogy mi megváltódunk, mi feldolgozzuk a karmánkat, mi törekszünk arra, hogy mi szoktam mondani, pozitív tulajdonságokat és képességeket igyekszünk felvenni azoknak a helyébe, amelyekben melyekről tudjuk, hogy igenis
úgymond ott vannak benne az auránkban. Na most erre jó megint az asztrológia, hogy ott lehet kutakodni, és ott elméletekkel feltételezni, és kikérdezni a másikot, és akkor van egy csomó elmélet, és egy csomó bizonyosság ugye a tudományban, hogy ha ez van, az van, és hogyha ezt mondja a másik, ilyen sorsa van, akkor körülbelül ez lehet, itt történhetett, és ha nem az anyjával, mert most bár az nagy dolog, hogy már az anyjával, nagyanyjával, vagy nagyapjával, vagy apjával, az orvos Noémi nyomán, ugye, én azt mondom, hogy pontosabb és konkrétabb információkat kapunk, ha csak a női vonalon megyünk végre, és ez nem azért, mert valaki azt mondta, hogy valaki azt mondta, hogy mindent rákjönnek az anyák. Nem. De szóval, ahogy szokták mondani, az anya biztos, az biztosabb. Nem? Tényleg tőle vagyunk, vagy nem? Mindegy, vicc ide, vagy vicc oda. A lényeg az az, hogy a személy horoszkóp segítségével és a történetiségnek, a családtörténetnek ezen azon a vonalon való, úgymond, hát az apától hogy örökölt volna olyasmit, orvos Noémi félti, hogy elveszíti a magzatát, amikor hazavitt, vagy a gyermekét, kisbabát, mikor kislányát, mikor hazavitte a kórházból, nem? Az apákban nem jön be ilyesmi, vagy ha igen, akkor nem ilyen intenzitásos, azt nem tudják. Nem, mondom, nem ők vannak a gyermekkel egy aurába éveken keresztül, mert azt is erről elfelejtettem szólni, hogy az aurák úgymond nagyon későre válnak el. Jó, hogy a gyermek elválik, és már arra törekszenek a liberálisok, hogy az anyától minél hamarabb elválni, és elvinni bölcsödébe, és elvinni óvodába, és ne legyen együtt lehetőleg az anya és az apa, sőt most már intézmények, humanitárius intézmények veszik el az anyáktól, és adják oda a másoknak, a keresztényektől, a muzulmánoknak, mit tudom én, hova, most már a kínaiak is rákaptak erre, hallom, stb. Kriminális, sátáni dolgok ezek, kérem. De miért? Mert nem szembesül, nem látja az édesanyjánás a szülőknél, és azt mondják, hogy megint a pszichológusok, hogy a negatív mintát, és akkor baj van, hogyha látod a negatív mintát. Nem, kérem, tessék hagyni, hogy szembesüljön a negatív mintával, mert akkor majd fog igyekezni a pozitív magatartást felvenni abból a rendszerből. Nem azt mondom, hogy állandóan civakodásban és civondásban és cirkuszban kell a gyermeknek élni, de elhazudni a valóságot előle nagy bűn és nagy vétek. És így tovább. Tehát itt most nagyon-nagyon mély, hogy mondjam, részletkérdésekben nem akarok belemenni, de van ez is, és ezeknek az elemzése is nagyon fontos horoszkóp értelmezések nyomán. Egyelőre egy kicsit én elfáradtam, bizonyára, hogy önök is, hogyha még szükséget lesz rá, úgy érzem, akkor még visszatérek az anyai ági örökletes programokra. Esetleg végigmegyünk a konstellációk szerint most már a mérleget és a rákot kihagyva. Az is érdekes az öngyilkosságok, mert orvos Noéminél is megjelenik, hogy a skorpió karmához tartozik, és így tovább. Vagy a férfi ellenes, és itt most még annyit. Figyelem, női ellenes, nő ellenes program nem létezik. A szeretet ellen nincsen karma program. Nem, nincs szeretet elleneség. A gyűlölet, hogyha van, az a skorpióból, az a Plutóhoz tartozik. Neptunusz ellen nincsen, esetleg hidegülés, vagy hogy képtelenség a szeretetre, de szeretet nő ellenes program nem. Csak azért mondom, de férfi ellenes, fény ellenes, megismerés ellenes, világosság ellenes program nagyon is van, és ebből rengetegen szenvednek. Nem csak a nők, akik ezt hordozzák magukban, és öröklik az anyáktól, majd elmondom, hogy hogyan, és hogyan keletkezik, ugye, hogy férfi, maszkulinitás, világosság ellenes, törvényesség ellenes programokkal jönnek a világra, de persze szenvednek a férfiak is, akikben ez megjelenik, mert van olyan is, ugye? És ettől szenved ma európai férfiaknak a 70%-a, ugye? És a nők is, és egyáltalán párkapcsolatok ezért ilyen ramatyok és szerencsétlenek a mai nyugati típusú civilizációban, mint amilyenek most.
Egyelőre maradjunk ezzel, és lehet, hogy, sőt, több mint biztos, hogy akkor meg fogom csinálni, tehát vissza fogok térni még az anyai ági örökletes programokra, és hogyha akarja majd, ha eljut hozzá egyáltalán egy kicsinségemnek a, hogy mondjam, a felfedezése, Orvos Tóth Noémi, hát ha is az ő tudományosabb, pontosabb pszichológiai módszereivel ennek utána kutat, utána vizsgál, és kiderül, hogy igazán van, mert sokkal biztosabb pontokat, sokkal konkrétabb támaszokat, kapaszkodókat kapunk, hogyha ezen a vonalon vizsgálódunk, mint hogyha keresünk mind a két ágon felfelé. Egyelőre ennyi, maradjunk világosságban és szeretetben. Sziasztok!